A cél azzal, hogy itt tartjuk meg ezt a tájékoztatást, nyilvánvaló az volt, hogy maga az esemény is, amiről itt most a tájékoztatás zajlik, egy terepkutatás terepen, úgyhogy ezért választottuk itt ezt a helyszínt. Aki a kutatást végzi, az a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete Kulturális Antropológiai Szakvezetői vannak jelentés hallgatói csoportja. Ők egyébként szombaton érkeztek Békésre, és a mai nap az utolsó nap, ezért választottuk így a tájékoztató napjául ezt a napot, hiszen így már vélhetően nagyon sok fontos információt meg fognak tudni osztani a sajtó képviselőivel. A Cigány Módszertani és Kutató Központ 2012-ben alakult, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Misszió alapította meg, és igazából a Kutató Központ kapcsolataként jött létre a mostani kutatás, amiről a mai napon beszélni fogunk. Tulajdonképpen a terepnek a kiválasztását két fontos szempont befolyásolta. Az egyik az, hogy Surman László intézetigazgató úrral már több éves szakmai kapcsolatban vagyunk. A másik legfontosabb szempont pedig az volt, hogy intézetigazgató úrnak és jó magamnak a legfontosabb kutatási területei a roma-magyar együttélésnek a vizsgálata, a felzárkózás politika és a különböző neoprotestáns kisegyházak szerepének a vizsgálata a romák és a mély szegénységben élő emberek társadalmi integrációjában. Ennek a kutatásnak, ez a kutatás tulajdonképpen egy szükséglet és igényfelmérés volt az itt élő családoknak a körében. Ezt azért emelem ki ilyen hangsúlyosan, mert elgondolásunk szerint, és nagyon fontos, hogy a Pünkösdi Egyház szerint is, tehát azonos volt az elképzelésünk, rendkívül fontos az érintetteknek a bevonása a különböző fejlesztésekbe. Mi úgy gondoljuk, hogy akkor tud sikeres lenni egy fejlesztés, hogyha az érintettek is részt vesznek már a tervezési folyamatban. Ez a gyakorlatban tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem az integrációs programokat generáló szervezetek vagy intézmények mondják meg, hogy mire van szüksége az itt élőknek, hanem az érintettek, tehát az itt élő családok azok, akik elmondják, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség a területen, hát nyilván kik tudnák jobban, mint az itt élő családok. Még gondolkodok, hogy milyen fontos dolog van, amit el szeretnénk mondani. Én szeretném, hogyha tanár úr egy kicsit beszélne akkor arról, hogy az elmúlt pár napban milyen tapasztalatok voltak. Egyébként az adatoknak a digitalizálása, tehát az adatoknak a digitalizálása, amit felvettek a hallgatóink, az még csak most fog megvalósulni, ha hazaértünk, és a kész adatokból, az információkból egy tanulmány fog készülni, és nagyon fontos, bár az elején hangsúlyosan említettem, hogy az nagyon fontos célunk, hogy gyakorlati tudást tegyenek szert a hallgatók, de ezzel együtt az is fontos, hogy ahova elmegyünk terepre, ott a lokális közösség használni tudja ezeket az adatokat. Tehát, hogy az különböző tevékenységük során ezek az adatok fontos információként szolgáljanak. Gulyás Kláva kolléganőm említette, hogy az antropológia egy sajátos tudomány. Nem akarok önöknek erről hosszan beszélni, de az a lényeg, hogy mi bemegyünk az emberek közé. Ott vagyunk velük hosszabb ideig, interjúkat készítünk, meghallgatjuk őket, a személyes történeteik is érdekelnek bennünket. De ahhoz, hogy ez a kutatás tudományos alapú legyen, szisztematikusnak kell lenni. Ez történt az elmúlt 5 napban, a 6 diák és mi, és több segítőnk, ez nagyon-nagyon fontos, helyi segítőink voltak, Zoli, Budai Zoli, Oszkár és Icu, őt hogy hívják? Icus. Ez nagyon fontos. Ők kulcs szerepet töltöttek be. A Párizs telep volt a kutatás főszintere, de voltunk más romák által lakott részen is. 5 napra terveztük meg a munkát.
Párizs telepen körülbelül 120-130 háztartás van, ezeket szisztematikusan végigjártuk, és egy nagyon hosszú kérdőívet vettünk fel az életkörülményekre vonatkozóan, a lakhatási körülményekre, a családbevételeire, az infrastruktúrára, az elvárásaikra, igényeikre, a fejlesztésekre vonatkozóan, de volt még egy hangsúlyos szál. A vallás, a megtérés, és azt látjuk, hogy az itteni emberek életében nagy jelentősége van. A pünkösdi, vagy a baptista, vagy a hídgyülekezete, tehát ezt mi tudományosan ugye neoprotestáns kisegyházaknak nevezzük, amelyekről tudott, hogy akik újjászületnek az egyházba való betévésében, azoknak megváltozik az élete, megváltozik a gondolkodásmódja, és a kutatás másik iránya ez volt. A telepen élő roma emberek, itt azért ezt látnunk kell, néhány családot leszámító, és főleg ők is vegyes házasságban élők, tehát olyan magyar családok, akik ide kiköltöznek, ilyenek nincsenek. Ugye? Tehát ez teljesen nyilvánvaló. De ettől függetlenül az a benyomásunk, mint kolléganővel, éppen a munkákból kifolyólag sok szegény telepen, szegregátumban járunk. Ez egy más típusú szegény telep. Nem látjuk azt az elképesztő távolságot a többségi társadalom és az itt élő romák között. Vannak kapcsolatok. És ennek a kapcsolatnak ami megakadályozza, hogy ez a terület gettó legyen a szó szociológiai értelmében. A gettó szociológiai értelmében azt jelenti, hogy az itt élőknek semmi kapcsolata nincs a többségi társadalommal. Ez hála a jó Istennek nincs így. Itt munkakapcsolatok vannak, személyi kapcsolatok vannak, rituális kapcsolatok vannak. A rituális kapcsolatban azt értem, hogy közösen járnak gyülekezetbe. Készítünk ebből egy szakmai anyagot. Ezt a szakmai anyagot mi nyilvánossá tesszük, eljuttatjuk a módszertani központhoz, erről beszélni fogunk az itteniekkel. A kolléganőm említette, és ez döntő, mi nem öncélúan kutatunk. Mi azért kutatunk, hogy Békésvárosnak, a helyieknek, az egyháznak ezek a dolgok, hogy mondjam, csúnya ilyet mondani, de hasznosíthatóak legyenek, visszaforgathatóak legyenek a telepfejlesztéséért, a működés feltételeinek a javításáért. Másfelől pedig, ugye, mint a tudományos emberek vagyunk, mi ebből szakcikket is írunk, amelyet tudományos folyóiratokban megjelentetünk, és akkor a tudós társaink azok reflektálnak, hogy hoppa, békési Párizs telep az más, mint a, teszem azt a hódmező, vagy a makói honvédtelep, ahol mi is voltunk, ami egy durva gettó, mert a makói honvéd városrészbe magyar ember nem lép be. Ugye? Itt nincs ilyen. Itt egészen más. De hát itt olyan történeteket sikerült az egyik tehetséges hallgatónk segítségével rögzíteni, ő fogja megvágni. Nekünk ez ezért is jó, mert a diákokat bevezetjük abba, hogy hogyan lehet úgy életekről, életformákról, gondolkodásokról írni, filmet készíteni, ami nem csak a tudományos közegnek szól. Tehát ez a sorsa. Nem egy szokvány, tudományos feldolgozás, hogy mi letudjuk, a publikációs indexünk növekszik, nem, minket nem ez izgat, hanem hogy ennek a dolognak többféle kihatása legyen. Köszönjük szépen mi is. Mi köszönjük.